Csucsánszki veszi el tőle a labdát. Csucsánszki egyedül egyelőre, most ad vissza. Babaélő mellé. Andorka, hosszú kirugása száll át a Videoton tér felére. Fújsz, jó labdát kap Szalai, most be középre. Kámán gólhelyzetben, ajjaj, alig mellé. Kámán, aki a legveszélyesebb, ez a zalaegerszegi csatár, alig lőtt mellé. 14. perc az első félidőben, amikor akár a zalaegerszeg megszerezhette volna a vezetést is. Élékült a mérkőzés valamelyest, nagyon jó labdát kap a jobb oldalon Farkas, belül Kámán, jó a csel, második csel is jó, lő, és Kosta véd. 27. percben történt mindez az első félidőben, a második igazán veszélyes zalaegerszegi helyzet, eddig a Videoton fölényben játszik, de ezt a fölényét gólra nem tudta váltani még eddig. Na nézzük, Fújsz a bal oldalon. Veszélyesek kezdenek lenni az zalaegerszegi ellentámadások. Jó a labda, Burger. A csel is jó. Középreadás. Kámán alig fölé. A 30. percben járunk az első félidőben, amikor a zalaegerszeg a harmadik igazán veszélyes helyzetet teremtett a Videoton kapuja előtt. A Videotonnak pedig eddig még igazából veszélyes helyzete nem volt. Ragyog labdát kap Csucsánszki. Csucsánszki, Jován. No, szöglet. No nézzük. Most Máriás íveli középre a labdát. Jován fejelés, gól. No végre. No végre. 35. perc. Ugye elemezgettem a videót, a játékát, legalábbis megkíséreltem elemezgetni, szóval ez hiányzott, az első gól nagyon megérdemelt a Videoton. Fölényben játszottak eddig, de mondom, az zalaegerszeg nyilvánvalóan nagyon jól azt a taktikát választotta, hogy védekezni, és abból megpróbálni támadni. A Videotonnak pedig nehéz dolga van egy fölállt védelemmel szemben, ezt tudta most átfejelni Jován is. 1-0 a 35. percben a Videoton javára. Babai Jovánt indítja a bal oldalon, Elekes támadja Jovánt, jó a csel. Petres, kapufa! Vég, még nincs vége, Babai, Csucsánszki, lövés fölé! A félidő hajrájára két helyzet is mindjárt, mert mi csak a 43. percben járunk, és tapsol a közönség. Igazuk van. Csucsánszki. Jónás. Még mindig ő. Megpróbálták visszahúzni most a középre. Andorka kivetődik. Elpatran a labda. De szerencsére saját játékos elé, így aztán Jován nem érhette el. Jónás. Nagyon szépen. Most középre. Petres. És kirugás. Petres és Elekes alatt volt a labda, gondolom én, hogy ott lehetett, mert másutt nem. Elekes ráfeküdt a labdára, Petres megpróbálta kikaparni azt, nem sikerült, miközben Elekes a földön van, marad az 1-0 a második félidő 19. percében. Csucsánszki kapu elé. Petres full helyzetbe mellé! Máriási, bocsánat, tisztán lehetett látni, hogy üresen kapja Máriási a labdát, meg is nézhette, hogy volna, hogy hova fejeli. Ő azonban éppen csak, hogy beleért, és a labda elkerülte Andorka kapuját, tehát a Máriási kihagyta a, ki tudja már hányadik nagyon nagy lehetőséget a második félidő 25. percében. Máriási szöglete a második félidő 30. percében. Jován fejel alig fölé. Majdnem lemásolták az első gólt, az eddigi egyetlen gólt, de Jován fejese ezúttal kapu fölé szállt. Petres egyből fordít Némethez, nagyon jó eddig. No Németh. Ember, rá kell lőni, rá is lövi, kirúgják, mellé!